nehézségi gyorsulás mérése. Ebben a kísérletben a második mérést fogjuk végrehajtani. Látható, hogy ehhez a méréshez egy nyújthatatlan fonalat használunk. Az egyik végén felerősítjük ezt a nyújthatatlan fonalat, és a másik végére látható, hogy kötöttem kis hurkokat a fonál súlyához képest viszonylag nagy tömegű súlyokat fogunk felhelyezni. Van itt nekem többféle súlyom is. Ha a fonálingát kis szöggel kitérítjük és elengedjük, akkor az a nyugalmi és a maximális kitérési pontján átmenő függőleges síkban fog ugye lengeni. Egy teljes lengés közben végig fut kétszer ugyanazon a körívben. Meg is nézhetjük, hogy ez hogy történik. Látható, hogy ezen a síkon mozog. És lengés közben kétszer végig fut ugyanazon a síkon, ugye, ha elengedjük. Ennek az idejét, amíg előre és hátra és visszaér, ugye, ezt nevezzük lengés időnek, és általában nagy T-vel szoktuk jelölni. A fonálnak a hosszát, azt pedig általában L betűvel szoktuk jelölni, és egy képlet alapján a lengés idő meghatározható, ugye. A kísérletben most azt fogom megmérni, hogy egy bizonyos távolságból elengedem a 25 g-os súlyomat, és 10 darab oda-vissza, tehát egy lengés időt fogok megmérni, illetve azt, hogy ez mennyi idő szükséges. Utána pedig megpróbálunk nagyobb súllyal is elvégezni ugyanezt a kísérletet. Próbáljuk meg számolni a 10 darab lengést, az oda-vissza lengést, és figyeljük közben a stopper óránkat. Jó. Írjuk fel azt, hogy ez mennyi másodpercbe telt. A mérést legalább háromszor ismételjük meg, és ennek a három mérésnek az átlagából számoljunk majd a képlet segítségével, illetve próbáljunk ki többféle súlyt is, mérjük meg azoknak is a lengés idejét.